Magyar népmesék ide vagy oda, Péter, köszönjük szépen még egyszer, most egy kicsit mondjuk úgy, hogy felnőttesebb témával vegyünk tovább az ember, és erre szerettem volna utalni az imént, most már be is fejezem a mondatot, szóval, hogy néha előveszi a telefonját, és ránéz, hogy igen, küldtek valami üzenetet, jó, hát párom küldte, de majd később válaszolok neki, aztán utána, amikor összefutnak, akkor meg jön majd a mondat, hogy hiába üzenek. Na, hogy miről van szó, mindjárt kiderítjük. Dalból fagyok, a szemeimben más fény ragyog, még annyi mindent éreznék, csak szerelemben léteznék. Válasz utat, ahová... Fogalmazhatunk úgy is, hogy itt van az elkövető, Biga, jó reggelt kívánunk. Azért volt be, hogy ilyen felvezetőre nem számít. Erre nem számít. Tehát én próbálnék a páromnak később visszaüzenni. Rögtön ezt jutott eszembe. Igen, az elkövető itt van, a tettestársakat nem hoztam, megmondom őszintén, ők otthonról figyelik a történetet. Nagyon kellemes ilyen kis lájtos nyári dal lett ebből, nagyon jó kis melódiákkal. Azon gondolkodtam közben, hogy az a híd, az a bizonyos lépcső, az hol van, hol forgattátok a videóklipet? Kérlek szépen, Veszprém városában forgattuk, a legikonikusabb helyeken, igaz, a Kávária domb, Lackó forrás, szóval nagyon-nagyon fontos ez a, nem is tudom, ez a régió, vagy ez a környék, hiszen én félig meddig balatoni gyerek vagyok, Balatonfüreden laknak a szüleim, és nem, Veszprém a szívem csücske, nagyon sokat dolgozom, koncertezem Veszprémben, kirándulunk Veszprémben. Nagyon komoly kötődés nekem az a környék, úgyhogy amikor azt gondoltam, hogy van egy olyan dal, aminek ilyen mély üzenete van, és ez egy fontos dal, és egy fontos üzenet számomra, akkor olyan kötődésem legyen a videokliphez, vagy a vizuális élményhez is, ami ugyanonnan jön. Pont erre akartam kitérni, hogy egy ilyen könnyed, nyárias dallam világú számról beszélünk, de a mély üzenet azért, én végigolvastam a szöveget, azért igencsak. Igen, van egyfajta ambivalencia egyébként, hogy hallasz egy pozitív, csengésű dalt, amiben nagyon jó energiák jönnek, egy fényes klipet fiatalok, és közben mégis úgy érzed, hogy van egy mély mondani valója, és ez szándékos, és nagyon szeretem ebben a dalban ezt az ambivalenciát. Én azt vettem észre, hogy az a vonat, amin ülünk, az egy picit felgyorsult, és így összemosódnak most már a képek szépen lassan. Azért érzem ezt, egy picit felgyorsult a világunk, ahol elfelejtettünk megélni jelen pillanatokat, olyan dolgokat, amik a valódi boldogságérzetet nyújtják, vagy amitől azt érezzük, hogy boldognak érezzük magunkat, hiszen csomó barátom van, és a környezetemben egy csomó olyan visszajelzés érkezik hozzám, hogy mindenem megvan, mégis van egy hiányérzet, de nem tudom mi az, pedig itt a ház, a lakás, a kutya, a gyerek, a minden is valami. Igen, mert hogy annyira gyorsan élünk, hogy nem hagyjuk, hogy kibontakozzon a nagy szerelem, hogy slágeré váljon egy dal, mert már jön a következő, megint egy következő, hogy leüljünk egy karosszékbe, megízleljünk egy kort bort, mert hogy gyorsan akarunk berúgni, gyorsan akarjuk jól érezni magunkat, gyorsan akarunk mindent. És az, hogyha átsiklunk ezek felett, az apró pillanatok felett, akkor összességében igazából ezek nyújtanák a boldogságot, tehát szerintem. A pillanatok boldogsága, ami utána majd adja a nagy kerek boldogságot, megjelenik ezekben a bizonyos harmóniákban is. Ez nem egy új dal, pontosabban új dal, de hát van neki egy olyan története, ami mondhatjuk úgy, hogy arra predesztinálja a dalt, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy már megszületett egyszer. Így van, a Dalfutár című műsorból kerestek engem meg, hogy dalszerzőként lenne kedvem részt venni a műsorban. Csörgött a telefon, Hajós András vagyok, szia, Biga. Így van, szevasz, Hajós vagyok, és hozz egy jó dalt, majd mi elrontjuk egyébként. Konkrétan ezt mondtam, majd mi elrontjuk. Itt az jelenti, az egész sztori az a koncepció az, hogy én mint dalszerző voltam, de nem tudtam, ki fogja elénekelni, nem tudtam, hogy ki lesz a producer, ki fogja hangszerelni, és a többi. Ettől izgalmas. Viszont a többi részevő sem tudta, hogy én fogom a dalt írni. Hogy ott találkoztunk a stúdióba, és nyilván bedobtam mindenki a lábosba, amilyen van, és hát a végén, hogy mennyire lesz finom az a leves, az majd kiderül. Úgyhogy általában egy elég körülményes, nagy kalandos úton eljutottunk odáig, hogy végül is lett belőle egy dalmezőm, is énekelt el.
ez volt az a dal, egy másfajta szöveg, a refrén szöveg ez volt, de a dal hangszerelése és a verze szövegek sem ezek voltak. Én már akkor tudtam, hogy nekem készül az új lemezem, és ezt a dalt mindenképpen rá szeretném tenni. Szerencsére a műsornak nem volt ilyen kitétele, hogy én ezt a dalt, nem mivel az én írtam, bárhová vihetem és használhatom. Tehát már akkor jeleztem Andrásnak, hogy én ezt a saját verziómban azért megcsinálom. Persze, csináljátok. De mi azért elrontjuk. Úgyhogy ez lett a vége, született belőle egy dalfutáros verzió, ami ugyancsak nagyon népszerű lett, és most megjelent az én olvasatomban egy másik szöveggel. És ez a bizonyos te olvasatodban megszületett szám, meg volt akkor ez a pillanat, amit említettél, hogy leülünk, iszunk egy pohár bort, és jól érezzük magunknak. Elkészült, leültél, megitted ezt a pohár bort, és boldognak, elégedettnek érezted magad. És képzeld el, azt mondják, hogy ez azt jelzi, hogy megöregedtél. Tehát, hogy jó, nyilván ez csúnyán hangzik, de igazából valóban azt az ember elkezd érni, és minél idősebb vagy, annál jobban szeretnéd, annál jobban érzed, hogy mennyire múlik az idő, és annál jobban szeretnéd azokat az apró pillanatokat, amik neked adnak valaminek, nyilván mindenkinek más ad valamit, azokat próbálod elnyújtani vagy megélni. Úgyhogy az én életemben most valószínűleg most van az a szakasz, amikor próbálok odafigyelni ezekre a dolgokra, és lehet, hogy a dal is ezért született meg. Nem megöregedtünk, ezt nem így mondják, inkább csak mondjuk úgy, hogy egy kicsit jobban szeretnénk megélni a pillanatot. Az utolsó kérdés a végére, és csak igen vagy nemmel válaszolj. Dupla paníros krokettet ettél-e, avagy rántott disznósajtot? Képzeld, nem tudtam megkóstolni, pedig minden vágyam volt. Hatalmas sikerem megy a Pepe című sorozat, és az elmúlt időszak egyik legszórakoztatóbb és legmegindítóbb pillanatai közé tartozott, hiszen felkértek a TV2-től, hogy a vadi új sorozatukhoz a Kocintós című dalomat választották főcímként, viszont fazonírozni kéne, át kéne egy kicsit a szöveget igazítani, vagy hozzáilleszteni a sztorihoz. Elmentem a premiervetítésre, és én, aki nem vagyok tévénéző, annyira jól szórakoztam az első két részen, hogy én azt gondoltam, hogy ez a tévéműsor már csak ezért is sikeres lesz, hogyha nem ez a dal lesz a főcímdal. Szerencsére ez a dal lett a főcímdal, szerintem nagyon jól sikerült ez a második verziója is dalnak, pedig általában azért van egy ilyen szabály, hogyha egy nagyon-nagyon-nagyon sikeres film, vagy egy dal után készül egy második rész, az nem tud olyan jó lenni, mert annyira megszokták már az előző verziót, hogy nagyon nehezen fogadják be az emberek. Nekünk az a szerencsénk, hogy az összes visszajelzés alapján azt írták, hogy ez egy méltó folytatása ennek az előzőnek. Köszönjük szépen, hogy jöttél, kellős további szép napot. Legközelebb kifaggatunk erről az új albumról.